Marvin ideért az iskolába, de már három sört bekúrt. Úgyhogy jól érezte magát. Szia Terike, mi újság? Szia Marvin! Gyorsan el kell mennünk a Tesco-ba sörét. Itt az igazgató! Innunk kell, hogy átmenjünk a vizsgán. Te, Teréz, én már megittam vagy három sört idefelé. Há, jó voltam, utam neki, mint az állat. Á, csak nem a két szeszkós. Na, Marvin meg Teréz. Na, hol voltatok idáig? Csak nem baboztatok, mint a szemben. Na, itt van két szetli. Az elvonó kúrára. Neked is egy, meg neked is egy. Az legközelebb ne részegen, meg bebaszva gyertek ide be az iskolába. Ja, bár anyád is, meg a te apád is ilyen részeges disznó volt. Tehát nem, bár régen volt. Ez nem is igaz, uram. Nem mondjad már nekem, hogy csak. Anyád, apád, de ittünk együtt. Élj fel! Keményen tintasztunk, mint az állat. Nagyon kemény voltam. Hát nálunk Teréz nyomja, de kurvára. Nem úgy van az Marvin. Hát 13 évesen én már annyit ittam, mint a disznó. Neked is legalább ugyanannyit kell inni, vagy még többet? Mert ha nem iszol annyit, akkor te tudod mi vagy? Egy kis szaros, semmit érő, szutykos pöcs. Teri, ígyünk az igazgató úr egészségére. Marvin elindult felkutatni a sört. Mi a fasz ez? Marvin délutára úgy bebaszott, azt se tudta, hogy milyen nap van. Sőt, milyen év. Gyerekek, én nem tudom, mi van itt. Na, oda bemegyek, hiszok még egy kicsit. Mi a farok, túró őrszörnyeteg van itt? Hol a túróba? Mi ez? 5 cent. Elnézést? Ide behugyozva nem lehet bejönni. Van 20 literes sörük? A szomszédban van.